Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Megint témázni fogunk, hiszen az előző beszélgetés alkalmával a flatpack csomagokat témáztuk fel. Gyakorlatilag most pedig a terminált fogjuk feltémázni. Nagyon egyszerű a dolog, nem kell megijedni, bár terminálos munkát fogunk elvégezni. Logikus, hiszen a terminállal fogunk foglalkozni, de ezt kényelmesen végezzük el. Azaz nem kell. Ismétlem, nem kell szerkeszni semmi olyan fájt, ami számodra esetleg idegen lehet, ez egy nagyon egyszerű scriptecske, amit letöltesz, installálsz, megmutatom, hogyan működik, illetve végigmegyünk a installációs folyamaton, azért, hogy észrevegyük, hogy bár természetesen az interneten majdnem minden megbízható, na hát azt hiszem nem így van, de igazából ez a hely, amit én mutatok, megbízható, a leírása jó, és a a illetve a telepítési metódust, amit ő mutat, végig lehet csinálni, de szokjuk meg, hogyha kapunk valami telepítési parancsort, vagy akármilyen parancsort, azt végig elemezzük, átgondoljuk, hogy miről is van szó benne, és hogyha valami olyasmi van, amiről nem tudjuk, hogy az mit jelent, akkor utána nézünk. Azaz az internetről letöltött akármi, scriptet egyebet, nem futtatjuk ellenőrzés nélkül. No hát, oké, okay. ennyi volt a beszéd. Felmegyünk erre az oldalra, majd letöltjük, illetve elindítjuk a letöltést, de előtte szokjuk meg elolvasjuk azt, ami ide van írva. Gyakorlatilag 400 előre beállított téma van. Azaz, aki ebbe nem talál, azt készítsen magának. Az a kellemes helyzet van, de erre nem fogok kitérni, hogy a saját témáidat is be tudod rakni ebbe a skriptbe, illetve a skripthez tartozó dolgokba, és utána azt is ugyanígy tudod telepíteni, mert hát ez egy kicsit haladóbb. Na, a lényeg az, hogy 400 darab téma van, és azok közül könnyedén tudunk majd választani. Interaktív, örülünk neki, hogy interaktív, azaz nem csak parancsoros dolgok vannak és próbálgatások, hanem valóban interaktívan meg tudjuk nézni a dolgokat. Itt demóként futtatnak egy-két dolgot, bemutatja, hogy nagyjából így működik. Ahogy lehet látni, azért elég sok, és szép kinézetet is lehet variálni, nem összetett a dolog. Oké. Okay a telepítése nagyon egyszerű, és én azt mondom, hogy fogod, és kimásolod parancsorba, beteszed, és utána követed azt, amit az előzőekben mondtam, végignézed, hogy mi az, az, az amit ő itt akar. Megnézzük, hogyan kell ezt csinálni. Gyakorlatilag itt első körben azt mondja, hogy sudo. Na hát, hogyha valami ez azt mondják, hogy sudo, akkor nagyon odafigyelünk, ez emelt jogú dolog, azaz ez egy olyan dolog, ami a rendszert tönkre vághatja. Oké, okay, végignézzük, hogy ez bizony nem fogja megcsinálni. Ami lényeg, CUR. Kurl. Ez egy letöltő program, le fogja tölteni ezt a scriptet, ezt az eszközt, oké. Okay. Ez egy olyan dolog, hogy nyilvánvalóan a letöltésnek megvan a kockázata, azért megnézed, hogy azért elterjedtebb, ismertebb oldal, vagy valami a dark webről összeszedett ócsaság, hát ez nem az, tehát nyugodtan futathassuk, Azaz le fogja tölteni. Ebbe a könyvtárba. Na hát, ami nem úgy kezdődik, hogy hom, az már rögtön legyen olyasmi, hogy odafigyelünk rá, hiszen az a rendszer egészébe valamit be akar érni magába a rendszerbe, nem a te. Nem a te könyvtáradba, amit hogyha esetleg jól eltolsz, akkor újra telepíted, esetlegesen ott a saját magad mindent meg tudsz csinálni, de hát itt a sudo is van, meg egy rendszer könyvtárba fog telepíteni, jelen pillanatban ez nem jelent egyébként gondot, megbízható. Megmondja, hogy mit telepítsünk, tehát ennek a GitHub oldalnak az elérését megadjuk, ez igazából egy általános dolog, ez mindig változik, Utána két darab etjel van, ami azt jelenti, hogy ha ez a parancs lefutott, és jól lefutott, és nincs benne hiba, azaz hiba jele nélkül fog ő lefutni, akkor lépjünk tovább. Hát nyilván megint jön a sudo, utána jön a CH mod. A ch -mód az, ami megadja, illetve az a parancs, amivel meg tudod változtatni, be tudod állítani, hogy egy állománynak milyen jogai legyenek. A plusz X az futtatható jogot ad. Nyilván most már ez a harmadik komoly figyelmeztetés, tehát futtatható állomány, azaz az valamit, ha elindított, csinálni fog. Ez a harmadik figyelmeztetés arra, hogy azért óvatosan bánjunk az ilyesmivel, így kell egy kicsit ilyen rossz óvatosan, paranoidon átgondolni, hogy mi az, amit ők leírnak, le van írva. Minden ilyen telepítő, vagy akármibe, scriptbe, egyébben minden le van írva, hogy mi történik, csak értelmezni kell, oké, értelmeztük, hogy megint a sudol van, meg egy olyan, gondolat, hogy futtatható, akármit fogunk csinálni. Hát bizony annak az állománynak, amit letöltöttünk, a téma SH-nak adunk egy futtatható jogot. Ez gyakorlatilag nem igazán olyasmi, ami túlzottan veszélyes lenne, megbízható, kipróbáltam, belenéztem a téma SH-ba, semmi olyan probléma nincs. Azért mentünk ezen így végig, ez a pár percet rászámva, hogy szokjuk meg, hogy nem automatikusan, mint a hülye gyerek másolgatunk, mert biztos, hogy mindenki megbízható. Azért éppen, éppen most olvastam a Linux, mint magyar oldalán, hogy valamelyik az Ubuntu-nak a tárolójába, a Snap tárolójába valaki belegyömöszölt olyan tudszokat, ami nem oda való volt. Hát most éppen kitakarították, még megszigorították a rendszert. Tehát azért vannak olyan emberek, akik hezből, rossz indulatból, vagy pénzélhességből valamit csinálnak, ami nem nekünk jó. Oké, tehát átnézzük, hogy mi az. Oké, ezt lefuttatod, bemásolod a terminálba, lefuttatod, megadod az emelt joghoz való jelszabadat, és utána semmi nem fog történni. Nyilvánvalóan terminálos cucc. A következő gondolat nyilván végig megyünk folyamatosan azon, hogy mit ír le. Én igazából csak pár dolgot mutatok be, mert nem az a lényeg, hogy ez hogyan működik, meg nekem melyik tetszik, hanem az, hogy van egy ilyen kis cucc, a leírást elolvasva, mi bizony ezt el tudjuk érni. Oké, okay, itt van az én terminálom, és hát ez így néz ki. Ez a kéti terminál az én kedvenc terminál típusom, ez pedig a Linux mindbe adott gyári terminál típus. Hát látható, hogy másképp néznek ki, az egyik a kéti az én ízlésemnek, ez pedig a központi ízlésnek megfelelően van beállítva. Na hát, mit kell tenni? Beütjük a parancsot, azt hiszem minden tiszta, beütjük a kötőjelet, így interaktív módba lépünk, és megnézzük, hogy milyen lehetőségeket ad. Természetesen a kötőjel H-val le tudod hívni a helpet, de igazából az már túl túlmegy azon, ami engem igazából érdekel. Elolvasod az oldalon lévő leírást, és utána már professzionálisan tudod használni. Téma SHE. Oké, okay. kaptunk egy ilyen választási lehetőséget, és itt rögtön látjuk, hogy vélhetően 448 téma van. Hát hogyan lehet a témák közül interaktívan válogatni? Nyomkodjuk a leföl gombot, ennyi az egész. Nyomkodjuk a leföl gombot, itt lehet a színeknek a kinézetét látni, a színeknek a sorszáma szerinti kinézetet, ez egy ilyen általános dolog, hogy mi, mi hogyan van beállítva, terminál típusod ismerni fogja, és itt lesz egy akármilyen kis kirogatás, egy mutatja, hogy éppen a következőben háttér ilyen lesz, a színek ilyen lesznek, ebbe pedig így néz ki. Tehát fölle léptetéssel eldöntöd, hogy neked melyik tetszik, 448 pontosan egyszer kell Pontosan egyszer kell átnézni, utána eldöntöd a két-három-négy darab, ami igazából tetszik, és azokat váltogatod. A kedvedhez éppen hangulathoz megfelelő. Én bevallom őszintén, különböző munkafeladatokhoz, különböző beállításokat szeretem, és azért örülök, hogy van ez a téma kis szkriptecske, hogy nem kell nekem állandóan átirogatni, mert van, amikor én Ranger-t használok, van, amikor a ranger egy kontrasztosabb dolgot szeretek, esti időszakban, amikor már az ember szeme egy kicsit fáradtabb, lágyabb színeket szeretek, és akkor ezt a kettőt, hármat Két-három elgondolásom van, hogyan kell kinézni, tudom változtatni. Azért emlegettem a ranger a Ranger is felvesze a téma színeit alapbeállításba. Ha nem állítgattad át, akkor bizony annak a színeit is tudod választani. Oké, okay. én úgy gondolom, hogy ami nekem tetszik, a Dracula. A Dracula tetszik nekem, legyen ilyen az egész. Látjátok, alapbeállításban nekem elég kontrasztos jelen pillanatban és akkor ennyi leenterezem, és akkor már a Dracula kinézetet fel is vette. Igen, hogyha véletlenül becsuknád ezt a terminált, és újra indítanád, nem fog ez újra megmaradni benne, visszaáll az alapbeállítása, ezzel semmi probléma nincs. Nem okoz nekünk gondot, hogy kikapcsolás, bekapcsolás után nem lesz Ugyanolyan a kinézet, tehát a beállított, kiválasztott kinézet. Mit kell csinálni, megmondjuk a rendszerünknek, hogy bocs, de ezt szeretnénk használni. Hogyha te bast használsz, vagy ZSH használsz, akkor természetesen annak a konfigurációs állománya be kell írni, hogy téma, téme. SH és a téma nevét. Tehát amikor elindul egy terminál munkafolyamat, akkor lefuttatja ezt a BAS RC-t, megnézi, hogy a környezete milyennek kéne lenni, milyen beállításokat, aliaszokat, egyebeket akar használni az emberke, és ez lefut, mikor a terminálod elindul, hogyha be van írva az az egyetlen egy sor pluszba, akkor az a téma színe is be fog állítani, szuper igaz. Amikor te úgy gondolod, hogy éppen nem azt kell folyamatosan, akkor átírod ezt az egy darab beállítást a basercébe, és utána olyan lesz, amilyen neked tetszik. Oké, okay, ennyi az egész. Interaktívan meg tudod nézni mind a 440 akárhány darab beállítást. Nem kell ide-oda beírogatnod, szerkesztened, 11-nehány színnek a színkódját megadni, hanem egyszerűen csak interaktívan megkukkolod, hogy mi tetszik, megjegyzed a nevét. Természetesen elindítod, tehát egy picit próbálgatod, kinézed, megnézed, hogy valóban tetszik-e, és hogyha tetszik, akkor a. A basercébe vagy a megfelelő konfigurációs állományodba az ZSH-nál, a, ZSH a ZSH nél a fish-nél egy másik fájba kell beirogatni, le van írva egyébként, és akkor neked ez szépen fog működni. És utána örülünk neki. Amikor meg éppen más kedvünk van, egy másodperc alatt ki tudjuk keresni a másik kinézetet, és a terminálunk a kedvünknek éppen hangulatunknak, vagy a munkafolyamatnak megfelelő színezéket kap. Ennél sokkal jobban be lehet konfigurálni ezt a dolgot, meg saját színösszállítást is lehet tenni, de én azt mondom, ennyi ismeret, bőven elegendő erről a kis scriptről, hiszen az egész nagyjából annyi, hogy végignézzük, ezt betesszük, ami tetszik, utána gyakorlatilag el is lehet felejteni az egészet. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!